Kossuth Rádió. Otthon a világban. Ez a 180 perc a Kossuth Rádió hírmagazinja. Október 9-én, szerdán. Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz 10 perc múlva. Úgy emlékeztem, hogy a Milla hagyományaiba eddig nem tartozott a megérdemelt bukása után szétesett MSZP újraegyesítése. Kár, hogy mire végül politikus lettél, Gyurcsány és Mesterházi kibéküléséhez építesz színpadot Bajnai pártjának tagjaként. Ennél azért nagyobb remény volt a magyar demokrácia megújítására a Millában. A stúdióban a levél írója, Szála Omár, a 4. köztársaság pártalelnöke. Jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Mikor romlott meg ennyire a viszonyuk a Millás Juhász Péterrel? Itt nem személyes viszonyokról van szó, vagy személyes viszonyoknak a megromlásáról. Egyszerűen arról van szó, hogy invitáltak most minket a közös ellenzéki megmozdulásra október 23-án, ahol az MSZP korábbi tagjai most újra egyesülnek, és szerették volna, hogyha az ellenzék többi része is részt vesz ezen. Ezt Juhász Péter szervezi, Bajnai Gordon megbízásából kaptunk erre egy meghívót, amit vissza kellett utasítanunk, mert a 4. köztársaság párt pont azért jött létre, hogy egy alternatívát tudjon nyújtani az oligarcha pártokkal szemben, hogy azoknak nyújtson egy lehetőséget, akik nem akarnak szavazni többet az oligarcha pártokra, de szeretnének változást Magyarországon, így azért nem tudunk közös politikát folytatni. Nem lehet közös politikát folytatni a 4. köztársaság pártnak az említett személyekkel és pártjaikkal. Nagyon magabiztosak. Köszönöm, ez bók, vagy... Nem tudom, megjegyzés, abból ítélve, hogy parlamenti választásokra készülünk, és a legtöbb pártnak, önök is nemrég alakultak pártá, az a cél, hogy bejusson a parlamentbe. És nyilván nagyfokú magabiztosságot jelent, hogyha valaki elutasítja az együttműködést. Igazából nem egy önmagában való cél a parlamentbe való bejutás. Tehát a 4. köztársaság párt nem azért alakult, hogy önmagában a tagjait bejutassa a parlamentbe. A parlamentben azért érdemes bejutni, hogyha ott el lehet érni azokat a célokat, amiért szerveződik egy politikai közösség. A patrióta baloldali pártként induló 4. köztársaság párt nem tudja elérni a céljait, hogyha a régi oligarcha pártok hát nem is tudom, mocsarába, vagy furcsa játszmáiba részt vesz. Ez nem csak magabiztosság, nem magabiztosság kérdése. Akkor se tudja elérni a céljait, hogyha nem kerülnek be a parlamentbe? Ezt nem gondolom egyrészt, másrészt pedig hát a közvéleménykutatások szerint erre elég kicsi az esély. A közvéleménykutatások szerint jelenleg olyan 1-2% körüli a támogatottságunk, van még fél év a választásokig, a 4. köztársaság párt önállóan fog indulni a választásokon, országos listát fogunk állítani, ez azt jelenti, hogy az országban mindenhol szavazhatnak ránk, és akkor majd 6 hónap múlva kiderül, hogy a választók érdemesnek találnak-e minket arra, hogy a parlamentbe képviseljük tovább a politikánkat. Ez az 1-2%, ez reális mérés? Szerint, a saját megítélésük szerint? Azt gondolom, igen, ahogy járjuk az országot, azt veszem észre, hogy egyre többen hallanak rólunk, egyre nagyobb támogatottságot élvez a 4K, és dolgozunk azért, hogy megfelelő alternatívát nyújtsunk. Remélem, hogy megkapjuk ezt a bizalmat. Ez most már biztos, hogy önállóan indulnak? Ez biztos, hogy önállóan indulunk a 2014-es választásokon, országos listát fogunk állítani, így minden választókörzetbe lehet majd ránk szavazni. Hogyha baloldali patrióta mozgalomként, pártként apostrofálják magukat, akkor ez azt is jelenti, hogy baloldali szavazókat szeretnének megszólítani. Hát a baloldalon elég nagy a tülekedés, hogy kik szólítsák meg a baloldali szavazókat. Hogyha beleolvasgat az ember fórumokba, akkor sok vád vagy kritika éri önöket azért, hogy lényegében felforgácsolják az ellenzéki szavazatokat azzal, hogy önállóan indulnak. Ez a bal-jobb felosztása jelenlegi magyar politikában egy kicsit idejét múltnak tűnik. Én nem hiszem, hogy a mainstream fősodratú pártok, tehát az MSZP különböző törmelékei, vagy a Fidesz, az a klasszikus értelemben bal vagy jobboldali pártok lennének. Ezek oligarcha pártok. Jó, önök is valamilyen formában meghatározták önmagukat baloldali patrióta pártként, tehát egyszerűbb úgy beszélgetni, hogyha mondunk valamilyen jelzőt. Így van, de én azt gondolom, ez így van. Mi a klasszikus értelemben baloldali párt vagyunk, viszont abban a bal jobb felosztásban, amit most jelenleg képviselnek ezek a nagypártok, mi egyikhez se érezzük közel magunkat, a 4. köztársaság párt egyik politikájával sem ért egyet, és azt a fajta oligarchisztikus hatalomgyakorlást, azt totálisan elutasítjuk,
így ebben a bal jobb térfélben, tehát az MSZP és a Fidesz viszonylatában, hát egyformán távol állunk mind a kettőtől. Mennyi tagjuk van? Jelenleg nagyjából 200 tagunk van, és több száz regisztrált szimpatizánsunk. Azt tudja, hogy több mint 100 jelöltet kellene még állítaniuk? Ez nem így van, összesen legalább 27 jelöltet kell állítani, 9 megyében plusz. Csak Budapesten. Azt gondolta az ember, hogy ha ilyen maga biztos a párt, hogy bejut a parlamentbe, akkor biztos valószínűleg nem sok minden, egyéni valószínűleg nem jelölt. Valószínűleg nem fogunk minden körzetben jelöltet állítani, de az országos lista állításhoz szükséges jelölteket bőven. Azt el tudja képzelni, hogy a kampány finisében egy-egy olyan helyen, ahol nem biztos, hogy erős egyéni jelöltet állítanak, hogy valaki mással szövetkeznek? Kire gondol? Tehát nem tudom, hogy ki a, melyik nem párt. Nem tudom, ön a politikus, ön ismeri jobban a politikai palettát, hogy kivel lehet összefogni. Az LMP-t azt tudjuk, hogy elutasította az együttműködés. A jelenlegi választási rendszerben együttműködésnek, egyéni körzetekben koordinált választási indulásnak akkor van értelme, hogyha abban az egyéni körzetben az a jelölt, aki támogat több párt, az esélyes a győzelemre. Mi természetesen, hogyha van egy olyan rendszerkritikus jelölt, aki rendszerkritikus, mint a 4K, és ugyanazokért a célokért indul harcba, és esélyes, hogy megnyeri az egyéni körzetet, akkor együtt tudunk vele működni. Jelenleg ilyen még nem fordult elő. Mikor lesz választási programjuk? A választási programunk folyamatosan készül. Október 20-án lesz egy kampányító rendezvényünk, akkor fogjuk, onnantól kezdve fogjuk bemutatni a részleteit. Egyébként a pártprogramunk már több mint másfél éve készen van, ez egy nagyjából 60 oldalban elmondja a párt célkitűzéseit, és ez tartalmazza a megoldási javaslatokat is. Ezt kibontva készül a választási programunk, ami egy részletesebb programot tartalmaz. A 4K önállóan indul a választásokon, és nem lesz ott az október 23-ai ellenzéki demonstráción. Erről is beszélgettem a párton elnökével, Szála Omárral. Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora. Egyeztetés kezdődött az ellenzéki pártok között egy közös baloldali október 23-ai megemlékezésről. Részletes jelentéseink. A közös október 23-ai demonstrációról egyeztetett a Bajnai Gordonféle Együtt PM Szövetség más baloldali pártokkal. A tervek szerint Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc mellett felszólalna a többi kis párt vezetője is. A negyedik köztársaság viszont pont Gyurcsány Ferenc miatt nem lesz ott, és a részvételt meggondolják még a szociáldemokraták és a liberálisok is. Hevér Lórend összefoglalója. Bajnai Gordon az ATV-ben jelentette be hétfőn, az Együtt PM Szövetség összellenzéki október 23-ai demonstrációt szervez, amire minden demokratikus baloldali pártot várnak. Lehetőséget kell adni, hogy közösen ünnepeljen, és nyilván észszerű keretek között felszólaljon. Tehát egyenlőségtől a szociáldemokratáig, a liberálisoktól, a nem is tudom ki mindenkiig. Így. Technikai egyeztetésre várta a pártokat Bajnai Gordon és Juhász Péter. A Fodor Gábor féle liberálisok elmentek ugyan, de később döntenek róla, hogy közösen ünnepelnek-e a többi párttal. A Schmuck Andor féle szociáldemokraták is elmentek, de Schmuck Andor videójában azt üzente, előbb politikai egyeztetések kellenek. Szabad-e az egység hamis látszatát mutatva egy színpadon szerepelni azokkal, akikkel jó pár kérdésben nem értünk egyet? A negyedik köztársaság nem megy közösen ünnepelni. Közleményükben azt kérdezik, mit keres Gyurcsány a Milla színpadán. A 4K alelnöke a főszervezőnek, Juhász Péternek címezve azt írta, kár, hogy mire végül politikus lettél, Gyurcsány is Mesterházy kibéküléséhez építesz színpadot Bajnai pártjának tagjaként. Juhász Péter erre úgy reagált, mivel a választásokon pártok indulnak, fontos, hogy a választások előtt megmutassák magukat az ellenzéki erők. A 2006. október 23-i események megítélése miatt komoly nézetkülönbségek vannak Bajnai Gordonék és Gyurcsány Ferenc között. A demonstrációt szervező Együtt PM Szövetség társelnöke Karácsony Gergely egy hónapja azt mondta, Gyurcsány Ferencnek bocsánatot kellene kérnie, például a 2006 őszi események miatt. Karácsony Gergely ma már azt mondta, ezek a nézetkülönbségek beleférnek. Vannak politikai nézetkülönbségek a DK és az Együtt PM Szövetség között, de egy dologban egyetértünk, és ez a tüntetés erről fog szólni. Az, hogy demokráciában szeretnénk élni, és szeretnénk ezt a kormányt leváltani. A közös október 23-ai ünneplést először Gyurcsány Ferenc vetette fel. Azt mondta, nem számít, kinek a kezdeményezésére ünnepelnek együtt. Ahogy mondta, hisz abban, hogy végül az ellenzéki összefogást is kikényszerítik a választók. Mi kölcsönösen visszaléptetjük egymás jelöltjét az egyéni választókerületekben, abban még majdnem biztos vagyok.
A Fidesz szóvivője szerint minden jel arra mutat, hogy október 23-án összeállnak a baloldal erői. Együtt lesznek azok, akik 2006-ban ugyanezen a napon békés tüntetőkre lövettek, szemeket lövettek ki, embereket térdeltettek gyűjtőfokház udvarán mesztelenre vetköztetve, és a többi, és a többi. És együtt lesznek azok is, akik Orbán Viktor szobrát az elmúlt napokban feldarabolták és gyalázatos módon rúdosták. A baloldal közös demonstrációja kapcsán a Fidesz szóvivője azt mondta, együtt lesznek azok is, akik az Európai Unióban és annak központjában cserben hagyják és elárulják a magyar embereket.